Jó reggelt, sziasztok! Tegnap este megérkeztünk a Lincoln katedrálishoz, Lincoln városába, és amellett töltöttük az éjszakát a lakóautóban. A Lincoln katedrálisnál vagyunk, az 1070-es években tették le az alapkövét, azóta épül-szépül. Azt hiszem 200 éven át ez volt a világ legmagasabb épülete. Terve van véve, hogy ma megnézzük bentről is. Vannak vándorsolymok, lehet őket nézni. Hát időjárástól függően, hogy meglátjuk, hogy lesz rá időnk, amúgy, hogy arra megyünk tovább, arra van a kastély, azt is szeretnénk megnézni. Este nem hallottunk ugye harangozást, viszont ma reggel ilyen kórus próbára keltünk, és az nagyon jó volt. Meg ma már hallottam a harangozást, de nem volt olyan hüde hangos, úgyhogy elpróbáltam felvenni, remélem majd is halljátok. És most kinyitom az ajtót, mert megint énekelnek. Hát ezt nem akarom sokáig erőltetni, mert hallani, hogy kocsik jönnek, mennek, de nagyon szép így, amikor itt ülünk. Most még kávézunk, próbáljuk összeszedni magunkat. Itt nem maradhatunk sokáig, itt éjszakáztunk, de csak 2 órát lehet amúgy reggel 8-tól itt maradni, tehát 10 órakor mi már innen elmegyünk egy másik parkolóba. Jó reggelt, sziasztok! Tegnap este megérkeztünk a Lincoln katedrálishoz, Lincoln városába, és amellett töltöttük az éjszakát a lakóautóban. Vártuk a harangozást az éjszaka folyamán, de valamiért nem volt. Viszont hajnalban a vándorsolymok ricsajozására, sikítozására, vinnyogására ébredtünk. Ugye az állatok mindig a nappal együtt kelnek, úgymond, tehát a világosodás fölkelti őket. Na most ez körülbelül 6 óra lehetett. Úgyhogy mi is nem sokkal utána fölkeltünk, elkezdtünk készülődni, és eljöttünk a Lincoln katedrális mellett lévő várba, illetve annak most egy külső részén vagyunk, egy parkolónál. Van egy kert, egy úgynevezett ilyen növény és virágkert, úgymond. Egy pillanatra visszajövök ide a kapuhoz, és akkor itt láthatjátok majd, hogy itt van egy ilyen hatalmas nagy parkoló, és itt rengeteg lakóautó áll. Közöttük a mentő is ugye ott van. Tehát lényeg, hogy miután fölkeltünk ma, megittük a kávénkat, és eljöttünk megnézni a kastélyt, de első körben most ezt a kertet tekintjük meg, és utána pedig majd át fog menni a kastély többi részére is. Tegnap nem voltunk és sétáltunk egyet már a Lincoln városába, nagyon hangulatos volt, hát ott volt igazán éjszakai élet péntek este lévén. Az éjszaka nyugodt volt, nem volt semmi különösebb probléma. És eljöttünk ebbe a kertbe, nagyon szépen meg van csinálva. Látszik, hogy a kastélyhoz tartozik és gondozzák. Azt elmondtad már, hogy a parkolóba hogy vettünk ki most jegyet, hogy nem állunk jobbra-balra, hogy itt 2 órát ingyen, ott megint átállunk. Igen, ez egy ilyen kicsit kérdéses volt, mert itt a vár környékén, meg a katedrális környékén, mivel ez egy turista látványosság, ezért ugye a parkolás nem is olyan egyszerű. Lehet
parkolni különböző helyeken ingyen úgymond, de hogy általában csak egy vagy kettő vagy maximum három órát lehet maradni valahol, majd utána el kell menni onnan, és nem lehet egy vagy két órán belül visszatérni ugyanarra a parkolóhelyre, vagy hát arra a szakaszra. És akkor itt matakoztunk, hogy itt állunk két óra hosszát, utána átparkolunk oda, ott állunk egy óra hosszát, és akkor utána visszaállunk a másik helyre, és akkor így ment a matekozás, aztán megtaláltuk ezt a parkolóhelyet, amit az előbb mutattam nektek, és akkor úgy voltunk fel, hogy inkább kifizetem itt ezt a 9 font 80 perit, amúgy közel 10 font, ami nem egy olcsó parkolás, viszont ez 24 órára szól, tehát nem kell azon gondolkoznunk, hogy most éppen honnan kell, mikor kell, mennyit ott átparkolni, mert ugye meg akarjuk nézni a kastélyt, a kastély után meg akarjuk nézni a katedrálist, esetleg még egyszer le akarunk sétálni a városba. És a másik az, hogy be se férünk a legtöbb parkolóba. Ja, igen, 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 ez egy ilyen közepes kibaszás a lakóautósokkal, hogy a legtöbb még fizetős parkolóban is magasságkorlátozás van, tehát nem tudunk beállni egyszerűen. Azért is rengeteg lakóautós inkább erre a parkolóra szavazott. De mit láthatjátok, egy nagyon szépen gondozott kis kertben vagyunk. Ilyen dolgokkal lehet találkozni. Egy könnyed reggeli sétának megteszi. Vannak barátkozós kutyák, párok, illetve itt van egy kis tavacska. Hello! Hello! Hát ilyen barátságos kutyák vannak, illetve... Na, erre most pont elállt a szökőkút. Ez egy kis szökőkút volt. És hát ez a tipikus aranyhalas tavacska, de nagyon hangulatos. Majd a piacra pár képet még megmutatunk, ha kérünk. Gondolom nem zárnak be gyorsan. Megyünk a kastélyba ide-oda, és akkor meg még mutatunk képeket. Meg ha itt még látunk valami érdekességet, akkor... Igen, ezt a kaput akarom itt megnézni. Hogy itt is ilyen nagyon szépen meg van csinálva ez a átjáró. Nem tudom, tulajdonképpen ez kínai vagy japán írásjelek vannak, nem tudom megkülönböztetni. De egy nagyon hangulatos kis átjáró. És akkor itt a kertnek a vége tulajdonképpen. Kipacs is van, amit szeretek. Ja, igen. Nagyon sokféle ilyen plusza világiát, még nem is láttam, vagy nem tudom, milyen növény ez. Egyetlen hátránya van mostani kirándulásunknak, hogy hiába van július 13-a, Magyarországon úgy hallottuk, hogy ilyen 48 fok vannak, itt kifejezetten hideg van, kabát van rajtunk és sapka. Illetve itt meg van egy napóra, csak hát soha nem fogjuk megtudni, mennyi az idő Angliában. Nagyon hangulatos kis kertecske egyébként, tehát hogyha valaki esetleg Lincolnba jár, akkor ezt a várat meg a katedrálist javasoljuk megtekinteni. Menjünk ezen a kapun, vagy amelyiket bejöttünk? Még nem megyünk ki. Még nem megyünk ki. Itt van egy ilyen kis átjáró. Nem tudom, hogy véletlen van, vagy direkt. De még ez is olyan kis hangulatos, hogy két oldalt gombák vannak. Nem vagyok gombaszakért, nem tudom milyen gombák ezek, csak olyan jól néz ki. Illetve föl lehet menni erre a kis tombra, és ott van egy kis padocska. Kicsit egy gyerekméretűnek tűnik, de azért hangulatos az is.
és meginterjú voltatlak. Hogy ízlik a paninit? Finom. Sajtos sonkás. Amúgy Zodi eszik, úgyhogy békén hagyjuk, úgyhogy mutatjuk addig a forró csokit. Bejöttünk a kastélyba. Itt vagyunk a kávézóba. A reggelit. Reggelit akart enni. És amúgy már ez a kilátás. Még hangja is van a sárkánynak, néha-néha így bejátszolok ilyen sárkánymorgást. Majd nem sokára felmegyünk, ott fogunk sétálgatni, meg bemegyünk a kastélyba, meg itt van egy ilyen régi börtön, és azt is megnézzük elvileg. Külön ilyen kis vetítő van, ahol bemutatják, hogy hogy épült meg a vár, a várfa, mikor, honnan támadtak. Itt ég éppen a várfa. Telik múlik az idő, és szerintem most, ahogy Zoli aludna, fognak támadni. Mi történik ott? Most éppen a börtönt építették fel. Ja, ott épül a börtön. És itt mutatja, hogy 1826-ban a bírósági épületét közben. Na jó. Úgyhogy ilyen érdekesség van, és még meg se vettük a jegyet, mert a belső épületbe be lehetett jönni anélkül, hogy jegyet vettünk volna. Amúgy még a padló is olyan, mint hogyha egy térkép lenne. Nos, bejöttünk a várba, megvettük a belépő jegyet, és most megyünk fel először a falra. Ezen a lépcsőn kell majd fölmennünk. Hát egy nagyon komoly csiga lépcső. És utána fogunk a falon végig sétálni. Elég magasnak tűnik. Jó kis túra, mit nem mondjak. Hallatszik a sárkány morgás a háttérben, nem tudom. Hát jó magasra feljöttünk. Innen még rá lehet látni a városra is. A kastélyt körbeöleli egy keskeny, ám annál hosszabb várfal. Itt a turisták miatt már meg egy kicsit szélesítve, de egyébként ilyen keskeny volt régen. Tulajdonképpen egy ember kényelmesen elfér rajta. És ott van a katedrális. Elég gigászi méretű. Egy pillanatra, hogy lent voltunk, meg akartam nézni a piacot, de ott mindenféle ilyen régiséget lehetett venni. Nem ilyen zöldség, meg gyümölcs piac.
így néz ki a vár belső udvara. És a falon fogunk majd végigmenni. Illetve itt van a piac, mindjárt láthatjátok, amit a Vera mesélt nektek az előbb. Mondtam, mert úgy volt, hogy abból fogok nektek jeleneteket mutatni, de nem tetszett annyira a piac. Nézd, ott jobbra, a levegőbe. Ú, tényleg, az látszik majd a videón, vajon? Megpróbálom majd kivágni nektek. Valamilyen repülősóv van, és egy hatalmas nagy utasszállító repülőt kísérnek a Royal Air Force-os repülők. Előbb itt elzúgtak a vár fölött, nem tudtuk miért, hogy kifolyólag. Illetve hallatszik, hogy valaki lent ott énekelget a piacon. Hát már mekkora ez a piac, egy pár sátorból áll, ilyen régiséget árulnak. Na, menjünk tovább a várfalon. Kicsit igen, igyekeznünk kell, mert lóg az eső lába, mondjuk itt Angliában mindig. Na, itt már kicsit szélesebb a várfal. Milyen jól néz ki itt egész, ilyen réges épületek. És így nézett ki régen a városka. A vár körül. Hát megmaradtak itt az autentikus épületek. Nagy épületek, de össze vannak zsúfolva azért. Igen, magas épületek, ugye főfel kell építkezni. És itt van a... Bocsánat, 1992-ben épült a katedrális. Ott, Vera talált egy táblát, bocsánat, visszahoztalak benneteket. Igen. Kis információs tábla. Mikor Vera kinézte az úti célt, hogy eljövünk ide, még ő se gondolta volna, hogy ilyen gigászi méretű lesz ez a katedrális. Még nem voltunk benne, de majd oda is bejutunk a mai nap folyamán, mivel megvettem a 24 órás parkolójegyet, mert így jártunk a legjobban. Illetve itt belül lesz valamilyen koncert a mai este folyamán. Ahogy néztem, itt mindig van valamilyen program. Legutóbb ilyen autóshow volt, ilyen régi autók voltak. Tehát mindig vagy koncert, vagy kiállítás, kutyashow, mindig minden van. Amúgy nem csak csigalépcső lehet ide feljönni, hanem van a lift. Mellett a csigalépcső mellett láthatátok azt a barna épületet. Bár annyit hozzáteszek, hogy ott is lesz lépcső, tehát babakocsit nem érdemes felhozni, vagy keretes székkel, akkor ezt nem lehet megtenni. Nem. Itt egy seregély. És itt vannak a sárkány makettek. Ezek szoktak néha morogni, úgymond. De elég meg vannak csinálva. Most csak alszanak. Mondjuk nyitott szemmel az furcsa. Még hova tudunk menni? A börtönbe, meg mi lesz még? Maga a kastély. Lehet, hogy bent majd lehet látni a másik felét a sárkánynak. Igen. Ebbe a parkolóba is bejöttünk volna, csak nem találtunk ide. Itt volt az elap a németek, igen. Uh-huh. Viszont ebbe a parkolóban maximum 3 órát lehet maradni. Ja, tehát ez nem lett volna jó nekünk. Mindig átparkolgatni. Igen. Tegnap ott azon a sétáló utcán mentünk, ahol gyalog lehet csak közlekedni. Nagyon hangulatos volt. Füstöl. Még füstöl is. Ismét egy kis
városkép fölülnézetről, a várfalról, illetve a katedrális. Tényleg. Azt találtam róla, hogy 200 évig volt a világ legmagasabb épülete. 200 éven át. És igen. Itt ilyen kis étteremnek van a tetőteresza. Ez is milyen hangulatos lehet, képzeljétek el, hogyha valaki este ide kiül, issza a kis koktélját, ciderit vagy a sörét, és ez a kilátása. Ráadásul ugye a katedrális éjszakára ki van világítva. Most találtunk egy ilyen kis lejárót, hűha. Ez a sárkánynak a hátához megy le, hogyha jól láttuk. De mindjárt kiderül. Így fogjuk ezzel kamerázni, meg közben menni a lépcsőn. Honnan jöttünk le föntről? Hát én már csak kíváncsi zsegúlen megyek. Átadom Verának a stafétabotot videózás terén. Hát ha nincs semmi, akkor nem megyek le, de hogyha van, akkor lemegyek. Hát ez semmi. Le lehet menni, csak... Le kell másni, akkor itt van. Jaj! Hát ezt nem angolultam, miért ezt jöjjön. Leadhatnám, vagy... Azt akartam neki mondani, hogy csináljon telefonnal pár felvételt, hogy mi volt odalent. Nem? Semmi? Éppen pontosan ugyanaz, mint amit itt majd fönt körbe tudod mutatni, tehát ugyanaz csak egy szinten elér. Hát akkor hadd legyek annyira lust, hogy nem megyek le. Itt vannak ilyen kikötés, nem tudom, ez egy cella lehetett. Bár a máshol nem látok ilyet. Ott is van. De hát nem tudom. Hát cellának picit kicsi lenne. Miért lenne picit cellának? Ehhez cellának? Uh-huh. Abban az időben cellának nem volt picit. Hát de van börtön, tehát... Nem tudom. Ezt oda visszaadom neked azért. Jó. Hát ez nagyon látnivaló nincsen. Úgyhogy visszamegyünk ezen a lépcsőn. Jó. Ez egy régi. Ezek a mesterséges sárkány morgás, nagyon jók. Én eredeti befaragások leszik. Menjünk fel a lépcsőn. Van egy ilyen ajtó. Szeretjük az ilyen régi várakat, meg katedrálisokat, templomokat. Valahogy egy kicsit ilyen visszavisz minket az időben. Régen milyen lehetett. Mai modern világ néha már túl modern, túl új. És túlmutat minden emberi képzeletem. Meg manapság valamit megcsinálni a mai technológiával még nem akkora kihívás. De például annak idején a 1000-es években hogy bírták megcsinálni ezt a méretű katedrálist? Hogy én nem akarok azon, de mondjuk 100 méter magas, és oda főhordani a köveket, sziklákat, faragni ott a dolgokat, tehát nem volt egyszerű. Itt folytatódik tovább a fal. Úgyhogy megyünk tovább. Azért a városlátképbe itt is bele tudtak rakni egy nagy lakóépületet, pedig olyan kis aranyos ez a város. Épp az előbb beszéltem a modern dolgokról, meg a régiekről. Hát itt például próbálták ötvözni a kettőt, kevés sikerrel. Telerakták mindenféle modern adóvevő antennával a régi kastély egyik épületének a tetejét. Hát mondjuk megpróbáltak volna eltakarni valami módon legalább egy kicsikét. Itt járőröztek régen a katonák körbe-körbe, illetve itt van a kastély egyik épülete. Most nem tudom melyik épület,
Ennek is például ilyen kis tornyai vannak. De nagyon jól néz ki, illetve a várfal mögött látszik a háttérbe Midlands, úgymond. Ez ugye Közép-Anglia. Mellékinformációként egy kis angliai érdekesség. Ezek itt például különböző embereknek a hátsó kertjei. Megmondom őszintén, ez nekem is még így újdonság, hogy ennyire meredek lépcsőn kell kijönni a lakásból a hátsó kertbe. De attól függetlenül mindenkinek van egy picike kis része, ki lehet ülni, csend van és nyugalom. Ugye az utca zaját nem lehet hallani, mert ez a ház előtt van, illetve a várfalat látják. Ez ilyen kis tipikus hangulatos angolka városkép. Fölfedeztünk egy érdekes járművet itt a vár udvaron belül. A Geo Amy Angliába arab szállító. De hát mi úgy tudtuk, hogy a börtön a váron belül már bezárt. De lehet, hogy még kicsit üzemeltetik ezek szerint. Hát ott is olyan rácsos ablakok vannak oda lent, tehát nem tudom, mi van itt. Igen, furcsa, nagyon őrizhetnek. Valószínűleg nem, egyébként rengeteg ilyen autót láttunk már magánkézben. Sokan például átalakítják lakóautóvá, mert ugye nagyon szép nagy kockadoboz van rajta, tehát könnyen átalakítható. Hopp, Vera ide hívott, hogy gyorsan nézzek valamit. Az a kapszula, az mi? Meg a jaj. Hát áram van neki adva, szerintem az egy... Hát ilyen kis vagy kiülő. Arra a kapszulára gondoltam vele. Ez egy kiülő lehet, vagy esetleg jacuzzi. Mert itt Angliában ugye szoktak így a hátsó kertbe tartani emberek jacuzzit. A két ház között, hogyha átnéztek, ott a parkoló, ahol a mentővel megálltunk. Nem tudom a videó visszaadja a kék meg a piros csíkot. Tőlünk nem messze egy pár mérföldre egy repülős nap lehet. Ott jönnek pont repülők, nézzétek csak. Tehát valószínűleg... Ja. Egy repülő nap van, ugye a angol régiének a színe a kék-piros-fehér. Kicsit hallani is lehet őket, ahogy jönnek-mennek. Nem tudtuk, hogy repülős nap lesz, lehet, hogy akkor arra mentünk volna, de hát előbb soha maradtunk sajnos. Azt hiszem, erre mondják, hogy van az a pénz, amikor valaki képes megvenni egy telket közvetlen egy ilyen várnak a szomszédságában. Hát látszik a tele gondozottságán, meg a bútorokon, meg a hátsó kerten, hogy ez nem egy kis ember. A háttérben látszanak a repülők, megint csak mennek és húzzák a csíkot maguk után. Várfal itt is egy kicsit beszűkült. Illetve egy lépcsőn kell fölmennünk egy vártoronyba, vagy őrtoronyba, hogy minek mondjam ezt. Hát egy kicsit már bele kellett pótolni, ha jól látom. Illetve itt van egy elég nagyméretű fa. Courthouse.
aminek az előbb a háta mögött voltunk. Az a bíróság épület volt. És itt pedig a börtön látható éppen. Ide voltak a rabok elszállásolva, úgymond. Folytatódik a túránk a várfalon, illetve nemrég láttunk embereket annak a toronynak a tetején, úgyhogy odén most szeretnék följutni és onnan csinálni egy jó kis körpanorámás videót. Láttok egy ajtót az oldalánál, remélhetőleg föl lehet még menni. És még itt közelről mutasd meg még egyszer itt az ablakokat, hogy milyen picik voltak itt. Bevegyünk, hogy akkor látjátok majd, hogy kívülről mégis milyen volt. Dupla perspektívát adunk nektek. Hátul meg morog a sárkány, lehet, hogy éhes. Én is így szoktam morogni, mikor éhes vagyok. Meg ígéretet tettem Zolinak, mert most megy ez a repülősó, hogy kinézek egyet, és legközelebb elmegyünk oda. Repülősóra. Végen itt lehetett felmenni. Megérkeztünk a bástya bejáratához. Illetve hát most már ugye Observatory Towernak, vagyis kilátótoronynak hívják. Van egy alsó szintje. Hát ez csak a belső része, gondolom itten is lehetett régen menni, mert hát annak, hogy itt valaki lent üljön, nem sok értelme volt. Na, lássuk ezeket a lépcsőket. Eléggé sötét van itt. Már egy korlát tudunk kapaszkodni. Ilyen a kilátás az első emeletről. Ez az csak a lépcsőnkkel fölmenni? Ne is érzési jól van. Jó kis túra, de nem a angol testekhez méretezték. Úgy vélem, mert... Jó van, mennék be! Gyere! Be akarok menni. Elég vagy. Wow! Hát kicsit szeles lesz itt. Így néz ki, kérlem szépen. Lincoln városa. Itt a katedrális, ott valent a piac, ott voltunk az előbb, illetve reggel, most pont épp harangoznak. És itt a kastélynak az udvara. Itt le vannak írva, hogy az ember, amire körbenéz, mit lát. Csak eléggé el vannak kopva sajnos. Hát egyébként így, hogy körülnézek innen föntről, ugye én drónoztam már párszor, angol városnak a felülnézete. Piros házak, szürke tetővel, néha-néha fehérebb házakat lehet látni, illetve lakótömbök és
mindenféle raktárak és gyárépületek. Ott egy gyártelep látható, biztos vagyok benne, hogy az valamilyen raktár is gyáraknak ad otthont. Összehasonlításképpen ott is van egy templomtorony, és itt pedig a katedrális. Egy hangyányi különbség van méretben. Lefelé is elég izgi volt lejönni. És itt van ez a nagy csiga lépcső, amin a legelején feljöttünk. Megjöttünk a katedrálishoz, és az elmaradhatatlan zászlók. Végeztünk a várfalon való sétálással. Megyünk lefele most a csiga lépcsőre, amin följöttünk. És megyünk be a börtönépületébe. Bejöttünk a börtönépületébe. És a legelső ajtón följutottunk az első emeletre, ami a templom, talán valami hasonló a rabok számára. Mint ahogy látszik is, a Vera oda most bement egybe, tehát lényeg, hogy itt a rabok el voltak teljes mértékben szeparálva egymástól egy ilyen ajtóval. Mindegyik rab külön-külön egy ilyen kis kuckóba, vagy lukba beállhatott, és nézhette azt, amit a pap prédikál neki. Most éppen két fiatal kislányát oda föl, oda is föl lehet menni. Tehát volt lehetőség a vallásukat gyakorolni a raboknak is. Csak ugye, mivel egymással ők nem beszélgethettek, ezért mindenkinek volt egy ilyen kis elválasztott része. De gondolom a legelső bement legbelülre. Ott egyébként látszik is egy ilyen kis bábú, hogy tudta a misét nézni, de csak a misét, a másik rabbal nem tud kommunikálni. Így lehetett bejönni erre a helyre, és ugye, ha valaki bement oda legbelülre, akkor utána becsukták az ajtót, és akkor innen tudta nézni a prédikációt, de csak a prédikációt, ugye. Én nem látom itt az előttem lévőt, mert magas a fal, illetve ha becsukom az ajtót, hát gyerekek, én nem vagyok egy nagyon dagadt ember, de nagyon egyszerűen félek el. Verától várunk egy kis prédikációt. És kinyitom az ajtót, tehát tulajdonképpen egymás után tudtak az emberek csak közlekedni.
Hát így meg volt oldva, hogy a vallásokat gyakorolhassák, viszont megkommunikálnak egymással, mert ugye ha a rabok kommunikálnak egymással, abból semmi jól szokott kisülni általában. Itt lehet fölmenni a pulpitusra. És itt a pulpitus. Ide is fel lehetett jönni. Új! Hát nem is gondoltam volna, hogy ennyi rab van itt. Tehát itt látszik, hogy tulajdonképpen ők egymással nem tudtak kommunikálni, viszont a papot láthatták. És jobb oldalán a papnak pedig valószínűleg a börtönőrök kaptak helyet, és ők onnan nézhették a prédikációt. Na, kijöttünk a templom részéből a börtönnek. Külön van a férfi és a női részleg. Berát most kivételesen beengedik a férfi részlegbe, mert nem merát menni a nőibe. Oh. Amúgy Angliában vannak ilyen hotelek, és gondolkoztam, hogy Zoli tud elhívom, hogy ilyen hotelbe. Így néz ki az egész, csak ezek hotelszobák, mint szemben nézzetek be. Szuper lehet, vissza a régmúltba. Itt be van rendezve, mint egy hotelszoba, úgyhogy gondolod, edülhetünk nyugodtan. A másikon kell a tárnyi végzőzőt. Hát így nézett ki egy cella. Három ágyikó volt. Kis kézmosó, WC. Volt világítás, meg egy polc. Kész, ennyi. Hát igen, a... Írják, hogy nagyon sok volt itt a bűnözés, mert a... Ide helyeztek el nagyon sok embert, mert Londonban pusztított különféle kolera, meg ilyesmi. Behozták ide, de itt már túl zsúfolt volt. Itt meg akkor ezért elkezdték egymást verni, meg voltak lázadások. Hát a raboknak soha nem volt egy kényelmes élete. De úgy látom, hogy a 1700-as, vagy nem tudom mikor épült ez a börtön, 1700-1800-as évek óta nem változott semmit az elrendezés. Egy valamit hozzátennék, hogy nézzétek meg. Ott a függetlenül börtön, én még a lépcsők akkor is így néztek ki. Ilyen díszesek voltak, nem csak egy sima rácsos valami. Tehát még ez is díszes volt. Hát sok látás, amit néztünk, nem volt. Ó, ez kicsoda. Kovenor. 470 fontot keresett évente, ami manapság már 65 ezer font évente. Előbb a helytartót láttuk, ugye, aki felelőssége tartozott az egész börtönnél. Itt pedig egy... Hát sajnos visszatöröződik a fény. De egy férfi rab ilyen rugával öltözött annak idején. The Chaplain. Kiállítva. Igen, mondom, ilyen ruhában. Tehát nem ekkora kis területük volt az egy megik. És ide van. Mert itt ezek mutatják, hogy ezek a függő ágyak, mint az előbb, amit láthattunk, ezekhez voltak itt kötözve. Csak az első kormánytónál hirtelen azt hittem, hogy ő ott lakott. Tehát úgy nem tudott volna felügyelni a női meg a férfi részlegre.
A bámulásság meg volt. Tehát, hogy azért nem volt annyira szintes. Igen, mert egyébként az emberi életteret, hogyha nagyon alacsonyra építik, akkor az embernek állandóan egy nyomasztó érzése van, hogy egy kis helyre van bezárva. Nos, egy kis update. Eljöttünk az úgynevezett bíróság épületéhez. És az a lényeg, ugye, hogy láttunk nemrég egy rabszállító autót a Geo Émi felirattal. És mint kiderült, ez a bíróság, ez nem része úgymond a kiállításnak, hanem ez a bíróság egy mai napig működő bíróság. Tehát itt naponta 3 tárgyalást tartanak, be lehet ülni szabadon a tárgyalásokra, meg lehet hallgatni, és aztán ítéletet hoznak. Tehát ez tulajdonképpen egy mai napig működő bíróság itt Lincoln városába, és akkor ezért van itt a rabszállító autó, hogy valószínűleg ő hozza ide a rabokat a tárgyalásra. Visszajöttünk a lakóautóba, hát sikerült olyan péksüteményt venni, ami ennyire morzsálódik. Kicsit nyomkodjuk a telefont, pihenünk, kaptam egy kis forró teát. Úgy volt, hogy kávézok, de inkább megnézzük még a katedrálist, most minden egy kicsit is szét van dobálva. Pihenünk, amúgy töltődik a DJI, azért is ülünk itt, aztán pedig jövünk vissza ide, és kitaláljuk, hogy merre tovább. De most így nagyon sokat mentünk, most nagyon elfáradtunk. Ez egy kis életkép a lakóból.